lehet, hogy így unalmas lesz, de szerintem ma elkezdtek még vlogolni, mert van kedvem így beszélgetni veletek, ugyanis felvettem, vagy hát felraktam nektek a londoni vlogot, ugye? Igen. És úgy gondolom, hogy ezt a videót vasárnap fogom feltenni, tehát viszonylag egymás után két videó jön hamar, mert nem szeretnék elcsúszni, szeretném ezt a csütörtök vasárnapot tartani, de nem sikerült. Hazaértem Londonból ugye vasárnap, ma szombat van, tehát egy hete már majdnem, és eléggé stresszes hét van mögöttem, jaj, bocsánat, úgy kell ráznom, hogy a kamera ne rázódjon. Eléggé stresszes hét van mögöttem így munkahely szempontjából is, meg alapjáraton. Az utóbbi hetek azok nagyon stresszesek, így privát, mert mindig azt mondom nektek, hogy minden oké, amíg nincs probléma, amíg mindenki egészséges. Hát most sajnos ez nem így van, és a családunkban van egy-két így, nem csak egy embernél, hanem egy-két ember, akinek sajnos valami komolyabb egészségügyi problémája van. És ez nagyon, nagyon megterhelő, még mint családtag. Erről most nem szeretnék beszélni, de megterhelő érzelmileg, és ha egészség van, minden oké, én ezt mondom. Úgyhogy várjuk úgymond a fejleményeket, de ebben nem szeretnék belemenni. De hogyha látjátok rajtam, hogy ilyen kicsit ilyen vagyok, akkor ez valószínű, hogy azért van. Valószínű amúgy nem tudok ma normálisan beszélni, vagy ma sem tudok normálisan beszélni, ugyanis elaltattam ma. Még kicsit ilyen érdekesen érzem magam. De nagyon jót tett így a lelkemnek ez a barátnőzés Londonban. Nagyon, nagyon sokat segített, nagyon jól éreztem magam. De tudjátok, mindig van az, amikor elhagyod, vagy elbúcsúztok, akkor mindig van benned egy kis szomorúság. És mindenképpen kellett ez nekem. Lehet a koffein segít egy kicsit. De eltelt ez a hét, és arról akartam még beszélni, kicsit szerettem volna erről a spirál, hormonmentes spirálról beszélni, ugyanis ma voltam, és ezt már egyszer mondtam nektek egy jó pár alkalommal ezelőtt, hogy most megcsináltatom nyáron, és kértem időpontot egy viszonylag, hát egy egész nagy bécsi nőgyógyászati klinikán, ahol már több kolléganőm is volt, és mindenkinek jó tapasztalata volt, és ők nagyon sok mindent csinálnak, tehát szinte mindenfélével foglalkoznak ott, mindennel. Tehát akármi bajod van, vagy akármit akarsz, ott mindenre van szakember. Azért akarok róla beszélni, mert hogy én egy, hogy mondjam, kicsit így nem gondoltam bele, vagy hogy tudatlan voltam, és tudom, hogy sokan ilyenekről nem beszélnének, mert ez mégis nagyon privát, vagy hát így lehet, hogy remélem nem már a mai világban, lehet, hogy valaki úgy gáznak találja, de én nem gondoltam mondjuk hasonló dolgba bele, ami így ma kiderült számomra, tudjátok. Úgyhogy én is így volt egy ilyen aha pillanatom nekem is, mert ezt a kolléganőim sem mondták igazából. És mindegy, reggel volt időpontom 10-re, úgyhogy a párommal mentünk, ugyanis én ezt altatásban szerettem volna, mert ez nem csak egy spirál behelyezés, hanem a régi kivétele, és egyből egy új felhelyezése. És én nem szerettem volna megtapasztalni, hogy milyen az, amikor kitépik belőlem a régit. Holott páran írtátok, hogy a semmizita, én leszartam ezt a 160 euró altatási költséget, én úgy voltam, hogy engem nem érdekel. Engem küldjenek el a Maldív-szigetekre egy pár percre, és én ne érezzek semmit. Mert az én első spirálom behelyezése úgymond nagyon fájt nekem, legalábbis, és utána hónapokig fájdalmaim voltak, de aztán meg minden oké lett, és a legboldogabb ember voltam a spirálommal, az én rész spirálommal, tehát teljesen hormonmentes, mert egyszerűen az én menstruációm teljesen jól beállt tőle, nagyon pontos, viszonylag pontos, holott előtte nem az volt, és nincsen fájdalmam, nincsen menstruációs fájdalmam,
mióta spirálom van, holott nekem, én görcsöltem előtte mindig, és én próbálkoztam ezelőtt, vagy hát nem a párommal, velem már, akkor már rájöttem, hogy a hormonok nekem nem a barátaim, és mindig rosszul vagyok tőlük, és nem jók, úgyhogy nekem ez volt úgymond az utolsó dolog, amit így kipróbáltam, de ez nekem nagyon bejött. És hát fiatalabb koromban próbálkoztam hormonális fogamzásgátlással, de nagyon rosszul voltam mindig. Kiderült, hogy én ezt nem is viselem el, és ezért döntöttem emellett. És ez volt a negyedik évem, amit Magyarországon kaptam. És nem akartam 5 évet várni, nem tudom, hogy miért, pedig 5 évet benn lett, de valahogy úgy voltam, hogy nem akarom, hogy ott belenőjön oda valamibe, és ne haragudjatok, hogy most erről beszélek, ez van. És nem akartam, hogy a hatásfoka úgymond csökkenjen, ez is hozzájátszik a történethez. Úgyhogy így 4 év után kicseréltettem. Viszont azt hozzá kell tennem. Magával a szolgáltatással és a klinikával úgymond elégedett vagyok, vagy az orvossal, akinél landoltam. Sajnos volt egy kis stressz az elején, és én ezt teljesen máshogy kezelem, ugyanis ez nálunk is megtörténik, nem gyakran, de van ilyen, és ez egy előny, hogy én is egy ilyen rendelőben, egy nagyobb rendelőben dolgozom, ugyanis bementünk, így mondtam a nevemet, és láttam, hogy a hölgy az így... Volt egy olyan érzésem nekem 2 napja, hogy így lehet fel kéne őket hívnom, hogy beírták-e tényleg az időpontot, és nem talált az időpontomat. És mondta, hogy hát nekem nincs időpontom, de szerencsére én ilyen időpontokat mindig e-mailben kérek, és soha nem telefonon. Tehát vagy bemegyek valahova és kérek egy időpontot, vagy e-mailben, hogyha nincs olyan szolgáltatás, hogy online meg tudod kérni ezt az időpontot, vagy magadnak le tudod foglalni. Náluk van például, de az altatást nem lehet lefoglalni online. És nem is lehet hozzá megjegyzést írni, tudjátok? Tehát mindenképpen kontaktban kell velük lenni ahhoz, hogy mondhassad, hogy jó, nem, nekem nem csak egy spirál kell úgy normálisan, hanem szeretném, hogyha aludnék közben. Úgyhogy ezért én e-mailben írtam, és nagyon kedvesek voltak, vagy aki válaszolt, nagyon kedves volt az e-mailben. Mindent megkérdeztem, mindenre tök jól válaszolt, és lefoglaltam az időpontot, de sajnos nem. Vagy nem az, hogy nem volt beírva, lehet, hogy a hölgy nem írta be a rendszerbe, vagy eltűnt. Mert nálunk is van ilyen rendelőben, hogy valamiféle ilyen számítógépes hiba miatt, vagy szoftver fasság miatt kitörlődik az időpont, akkor ott állunk, hogy hoppá, mégiscsak hát itt van a páciens, most már mit csináljunk, meg kell csinálni, úgymond, még akkor is, hogyha nincs náluk mondjuk egy időpont kártya, tudjátok, vagy valami, tőlem mondjuk kérték, hogy van esetleg e-mailem, amit meg tudok mutatni, és meg tudtam mutatni, úgyhogy szerintem ez fontos, és ott volt benne az időpont, hogy köszönöm szépen, akkor várjuk ezen és ezen a napon, és akkor nyilván így mondták, hogy hú, nagyon sajnáljuk, de hogy mondta a hölgy ott a recepción, mindjárt jövök, és be is ment szerintem ő a főorvos ott, vagy a vezető orvos, és akkor mondta, hogy nem probléma, így kicsit kellett, vagy kicsit többet kellett várnom, tehát az időpontomra nem kerültem be, de kedvesek voltak, és úgy gondolom, hogy ez így belefér. Mondjuk a párom az úgy nem volt annyira elragadtatva, de azáltal, hogy én tudom, hogy ez milyen, mert én is egy ilyen helyen dolgozom lényegében, nekem ez nem volt probléma. Nyilván egy kicsit izgultam, és ez a várakozás nem azt mondom, hogy nem tett jót, hanem egyszerűen tudjátok, ez az ilyen fehér köpenyes izgalom, főleg engem még soha nem altattak el, vagy soha nem altattak el így felnőttként, tudjátok, én nem tudom, hogy ez milyen, hál' Istennek. Engem talán egyszer gyerekként altattak el, amikor kivették az ormandulámat. 3 éves lehettem, azt hiszem, és az az első kiskori emlékeim egyike, amire így viszonylag tisztában emlékszem. Mert teljesen tisztán emlékszem, hogy toltak be a műtőbe, és tudjátok, ezekkel a steril lepedőkkel, az ilyen zöld színűvel voltam leterítve kicsiként. Elvették a macit tőlem, arra is emlékszem, vagy kutya, nem tudom, hogy mi volt velem, egy plüssállat, de elvették, és kedvesek voltak velem, kérdezték, hogy mi a nevem, és ugye emlékszem erre a műtős lámpára,
és utána már semmire. Úgyhogy nekem ez egy ilyen érdekes alkalom volt most így 30 évesen, hogy jaj, nem egy normális altatásról beszélünk, hanem egy ilyen kis rövid altatás. Tehát igazából nem tudom, hogy ezt így hogy mondják pontosan. Itt narkózénak írják, de hogy ez most egy demerschlafe, vagy hát ilyen szedálás, de nem hiszem, tehát hogy ez egy altatás lehet, mert én nem voltam magamnál, mert mi Magyarországon mi kezeltünk szedálásban, és ott tudod tartani a kapcsolatod a pácienssel, hogyha kérdezel tőle, akkor válaszol. Én viszont nem voltam magamnál, én teljesen eltűntem, nem tudom, az időérzékem nyilván az elveszett, és minden nagyon gyorsan ment, nagyon professzionálisak voltak, és igazából elégedett vagyok ahhoz az orvoshoz, akihez végül kerültem, holott nem nála volt az időpontom, amit én foglaltam, hanem egy másik orvosnál, mert ott rengeteg orvos van, de mindenképpen ugye egy szombati napot szerettem volna, és nekem mégis mindegy volt. Az elején kellett vizeletet adni, mert csinálnak egy terhességi tesztet, és utána megy az egész, vagy utána megint, mit tudom én, ki kell tölteni valamit, vagy hát tipikusan ezt az anamnézist, hogyha új páciens vagy, meg stb. És akkor utána nyilván találkozol az orvossal, és akkor megbeszéltek, hogy mit szeretnél, ki kérdez, és nyilván én nem tudtam, vagy nem voltam vele tisztában, mert Magyarországon ez velem mind úgy történt, ez a spirálos történet, hogy én voltam annál a nőgyógyásznál, és amúgy is csinálom az éves kontrollokat, és akkor ott mi beszéltünk erről a spirál dologról, és akkor ő mondta nekem, hogy igen, ez lehetséges, viszont nekem úgy kell jönnöm, hogyha én szeretném ezt a spirált, hogy meg legyen a menstruációm, és akkor ezek által, így mit tudom én, egy hónappal utána kaptam meg az én normál rákszűrés, meg kontrollom után ezt a spirált. És én nem gondoltam abba bele, hogy ők, meg, vagy hát egy másik klinika, teljesen nem gondoltam bele, mert nem értek hozzá, vagy nem is gondoltam volna, meg senki nem mondta, hogy ők igazából elvárnák tőlem, hogy én egy friss rákszűréses papírt hozzak, hogy mi a helyzet, tudjátok? Hát ebben én nem gondoltam bele, és az én kontrollom, nőgyógyászati kontrollom augusztusban lesz egy éve, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy már érik, és ezért kicsit úgy voltak vele, hogy nincsen, hú, nem tudjuk, de mondta az orvos, hogy most nem tud rákszűrést csinálni nyilván, mert ugye én a spirált kapom, de hogyha valamit lát, vagy valami nem oké, amúgy se kapom meg a spirált, viszont el kell mennem kontrollra 2-3 hét múlva a spirált lekontrollálni, és amúgy is ajánlja, és nekem ezt sem mondták annó Magyarországon, hogy azért egy évben kétszer a spirált kontrolláltatni kell, hogy nincs-e elmozdulva, mert az nem érzi az ember, azt mondta nekem, hogy vagy hát kérdeztem tőle, hogy érzem azt, hogyha elmozdul, azt mondta, hogy nem. És ezt sem tudtam, tehát okosabb is lettem, és tanácsolta nekem, hogy ha megcsináltatom a kontrollt nála, a spirál kontrollt, hogy minden jó helyen van-e, minden oké, akkor csináltassak hozzá egy nőgyógyászati kontrollt is, mert nyilván ő azért szerette volna látni a rákszűrés eredményét, és nyilván nem azt mondta, hogy menjek vissza hozzájuk, hanem mondta, hogy menjen a nőgyógyászához, vagy akár hozzánk is. És nekem van itt Bécsben egy jó nőgyógyászom, akivel így meg vagyok elégedve, és soha semmi panaszom nem volt rá. Az egyetlen dolog az az, hogy ismerőstől kaptam az ajánlást, ezért mentem oda, viszont viszonylag messze van tőlünk, és nem rendel pénteken. És nekem ez mindig olyan dolog, tudjátok, hogy én hétfőtől csütörtökig reggeltől estig dolgozom, és hogyha a nőgyógyászhoz megyek, én nem akarok munka után menni, meg mikor. Nagyon kevés orvos van, aki este 8-ig dolgozik, és ez mindig úgy volt vele, hogy mindig valahogy így át kellett tennem pácienseket, meg sietni, meg mit tudom én, mert az utolsó időpontja az mindig este 7-kor volt, és akkor ezeket az időpontokat nehéz megkaparintani. Ugye én úgy döntöttem most, mivel meg voltam elégedve az orvossal, hogy
mostantól ő lesz a nőgyógyászom, és hozzá fog járni, mert akkor már legyen minden egy helyen, értitek? Tehát, hogy ő rakta be a spirálomat, akkor legyen ő az én orvosom. Ő az a fajta orvos volt, vagy ami tetszett benne, én szeretem. Nyilván nekem fontos az, főleg egy nőgyógyásznál, hogy azért ne legyen bunkó és kedves legyen. Nekem teljesen mindegy, hogy az illető férfi vagy nő-e, mindegy. Lényeg az, hogy professzionális legyen, és amit én elvárok, az az őszinteség, és hogy tisztán beszéljenek velem, hogy egyenesen beszéljenek velem, és ne legyen benne ilyen, hogy mondjam, valaki elvárja ezt az ilyen extra, ilyen nyilem, nyalom, izé dolgot, meg mindenféle sallangot, meg nem tudom. Én azt szeretem, hogyha gyorsan megy az egész, ha egyszerűen megy, hogyha mindent elmondanak, és ennyi. És ő nagyon korrekt volt, és egyenes volt. Úgyhogy kértem időpontot, 3 hét múlva megyek hozzá a spirálkontrollra, és egy éves szűrésre is. Ezt akartam mondani, erre én nem gondoltam, hogy az én nőgyógyászati kontrollomat a spirál előtt kellene megcsinálni, ez teljesen nem is tudom, hogy miért nem gondoltam rá, de most már tudom. Nyilván most teljesen őszintén nem mondhatom azt, hogy az altatás a legjobb dolog volt, ami mellett így dönthettem, viszont én úgy érzem, teljesen őszintén megmondva, hogy tök jó volt. Nekem ez nagyon, nagyon tetszett, nagyon bejött, holott nyilván ugye, hogy így bemész, itt különböző ilyen állomások vannak, ahol átöltözöl, meg felveszed azt a köpenyt, meg zokni, meg mit tudom én, és akkor mindig mondják, hogy akkor itt átöltözöl, ott vannak ilyen zárható szekrények, oda berakod a táskádat, a cuccaidat, és akkor ott már volt egy ilyen kis elkerített rész, ahol a többiek, a többi nőtársam a beavatkozás után ott már így ébredezett, vagy nem tudom, ébredezőnek hívják, vagy így, hát többen ott, többen. Egy ember volt ott rajtam kívül, egy hölgy volt ott rajtam kívül, de 3 ágy volt, és ő aludt lényegében, és nyilván ilyenkor, van egy műtő ott, te nem tudod, hogy ott mit csinálnak, vagy mit csináltak, de aztán végül is utána beszéltem, vagy beszélgettem vele egy kicsit, és ő is ugyanazt csináltatta, amit én, és tetszett, hogy minden így nagyon egyszerűen ment, nagyon rendszerezett az egész, és az altató orvos az egy idősebb férfi volt, ő is teljesen egyenes volt, a nővér, aki ott volt, ő is nagyon kedves volt, mert én úgy vagyok vele, hogy ezek ilyen kényes dolgok, tudjátok, amikor így ott vagy egy ilyen műtőben, és akkor így, hogy mondjam, így ott fekszel így széttett lábbal, és úgy be vagy szíjazva, meg mit tudom én, kellemetlen, de azáltal, hogy mindenki kedves, ez a kellemetlenség úgymond elmúlik, mert miért is lenne kellemetlen ez ilyen, és én mindig belegondolok abba, hogy amikor így elkezdem érezni ezt, hogy úristen, most ez milyen dolog már, meg milyen helyzet, meg mit tudom én, hogy rengeteg páciensem van, aki nagyon félős, és nagyon kellemetlennek találja például a szájhigiénés kezelést, vagy akinek már olyan állapotban vannak a fogai, vagy annyi fogköve van, hogy már azért nem akar eljönni, mert szégyenli, és nekem sosincs az az érzésem, és mindig mondom nekik, hogy jöjjön, kérem, jöjjön folyamatosan, vagy jöjjön, nem jut eszembe a szó. Kérem őket mindig, hogy vegyék komolyan a recall időpontokat, és egyszerűen jó lenne, nem nekem, hanem az ő egészségük számára, hogyha tartanánk magukat ahhoz, azok az időpontokhoz, amik meg vannak adva. De van, hogy nem megy. Láthattuk, itt is volt ez az óriási nagy Covid, meg mit tudom én, akkor nem ez volt a legfontosabb. És mindig történt olyan, hogy valamilyen nem megy. Vagy a gyerekek miatt nem, vagy más óriási probléma van. És én mindig mondom a pácienseknek, főleg akiken látom, hogy szégyellik magukat, hogy nézze, ön akármikor itt landol nálam, és akár mennyi fogköve van, vagy akár milyen problémája van, ez mindig meg lesz oldva, és soha nem kell azt éreznie, hogy szégyenkeznie kell emiatt. Nyugodjon meg, itt nem lesz kinevetve, nem lesz úgymond rácsodálkozva, vagy nyilván vannak esetek, amire azt mondom, hogy hú, de nekem ezek kellenek ahhoz, hogy én ugyanúgy úgymond
a munkában kedvemet lejjem, hogy én ne unjam meg a munkámat, hogy én tanuljak a munkámból, hogy én tapasztalatot gyűjtsek, ezek nekem kellenek. És mindig szeretem azt az érzést adni a pácienseknek, hogy most itt van, és ez most jó, hogy itt van. Most teljesen mindegy, hogy minden, hogy fél évente jön-e, vagy minden évben egyszer, vagy mit tudom én, már 4 éve nem volt, mindegy, most rendbe tesszük, és minden oké lesz, és ez járt a fejemben egész végig, amikor ott szétett lábakat. Jó, nekik ez ugyanolyan, mint hogy én megcsinálom a napi 10. szájhigiénés kezelésemet lényegében. Én nem is néztem oda, én csak a plafont figyeltem, én azt hiszem, tudom, hogy ő mikor adta be nekem ezt a... Nem tudom, hogy mit, nem hiszem, hogy dormikum, mit tudom én, valamiféle altatót. És mondta is, hogy akkor szép lassan most el fogok aludni. És az én kolléganőm mondta, aki szintén ott volt, hogy, hogy neki meg azt mondták, hogy most akkor szép lassan, és ő már nem is hallotta a végét a mondatnak, ő nagyon hamar így beájult tőle, viszont én nem. Én így vártam, tudjátok, hogy úristen, most mi történik, mikor csukódik le, úgymond a szemem, és ahogy bejött az orvos, azt még láttam, hogy ő úgymond bejön, és szerintem még azt is éreztem, hogy még valamit adott utána, szerintem egy boostot kaptam, hogy aludjál már, vagy nem tudom, és akkor utána már nem emlékszem semmire. De maga a procedúra szerintem nem tart tovább, mint így 3 perc, és akkor utána már nem tudom, keltettek. És akkor jött a nővérke, és akkor mondta, hogy jó, akkor most bemegyek ebbe az ébredezőbe, és az a hölgy, aki amikor bementem, az még mindig ott aludt. És lefektetett, és kérdezte, hogy szeretnék-e szőlőcukrot, oda volt készítve, meg különböző fájdalomcsillapítók, meg víz, és mondta, hogy szolgáljam ki magam, hogyha úgy van, de hogy ahogy felébresztettek, én viszonylag így magamnál voltam, egy kicsit lecsuktam a szememet, de a párom azt mondta, hogy én így fél óránál többet az ébredezéssel, meg mindennel nem voltam benn. Aztán felültem, aztán oda jöttek hozzám, megkérdezték, hogy hát most én tényleg felszeretnék ülni, vagy már jobban érzem magam, meg hogy már ülök, és mondtam, hogy én már szeretnék hazamenni, már nem éreztem annyira kicsit. Kicsit olyan érzés volt, mint hogyha így egy ilyen félig közepes alkoholizált állapotban lennél, vagy nem tudom, ahhoz tudnám hasonlítani. És a mellettem levő hölgy, ő is már ébren volt, és én elkezdtem öltözni, és akkor ő meg így rám nézett, és mondta, hogy ő már öltözik? Csak én fekszem itt ilyen sokáig? Mondtam, nyugodtan feküdjön, mondom, semmi probléma, mondom, szerintem mindenkinél más, hogy éli meg maga a szervezet ezt az altatást, vagy valamit, nekem még soha nem volt. Én azt hittem, hogy engem kilőnek, aztán majd órák múlva majd valahogy felébredek, de valószínűleg jól viseltem. És akkor mondja, hogy hát maga nagyon fit, és akkor ott kicsit még beszélgettünk, mert aranyos volt. Viszont ugye, hogy kicsit többet kellett várnom, láttam, hogy így jönnek ki az emberek ugyanúgy az altatás után, és nem tudtak igazából úgy egyenesen menni, vagy láttad rajtuk, hogy így, Úristen, le kell ülnöm, nagyon sokan még leültek ott a váróterembe, a párjukra dőltek, és akkor még egy kicsit így aludtak, vagy nem tudom, mert túl hamar mentek ki egyszerűen. Jó. És egy részben mondjuk én is csodálkoztam magamon, hogy ilyen hamar felkeltem, és hogy hamar felöltöztem, meg hogy így teljesen magamnál voltam, mert így attól féltem, hogy valamit el fog felejteni, vagy ott hagyom a táskámat, és így még belegondoltam abba, hogy jó, nézd meg, hogy jól felvetted a ruhádat, vagy hogy megvan-e mindened. Mert például a kollega nem kereste a pénzét utána. Így kérdezte a recepció, hogy hol van a pénzem, és mondták neki, lehet, hogy benn van a pénztárcájában, és akkor, igen, ott az lehet. Utána elfelejtette, hogy ő már fizetett, és még egyszer oda ment a recepcióhoz megkérdezni, hogy mennyivel tartozom, és mondták, hogy üljön le, kérem, maradjon még itt egy kicsit, ne menjen. Úgyhogy én erre extrém figyeltem, hogy most magamnál vagyok, most biztos, hogy jól vagyok, most megvan mindenem, összeszedtem mindent. Kimentem a váróterembe, vagy hát a recepcióhoz, meg a páromhoz, és megcsináltam az időpontot, a következőt, meg fizettünk, meg mit tudom én. Még akkor is figyeltem, hogy mindent jól csináljak-e, tehát hogy a saját kontrollom alatt legyek, hogy minden úgy menjen,
ahogy kell. És jött egy spontán kérdés a recepció, hogy meg tudnám mondani a születési dátumát, én meg így 17-e április, és az évet már a párom fejezte be, tehát hogy így ilyen hullámokba jött ez a még meg vagyok, már nem vagyok meg. Mindenképpen azt ajánlom mindenkinek, ilyen dolgoknál kísérővel menjen, máshogy ne. Mert például, amikor a kolléganőm ezt csináltatta, akkor még az ő párja nem maradhatott a váróteremben, mert akkor még ilyen Covid, mindenféle ilyen előírások voltak, hogy kin kell maradni a kísérőknek, és úgy kellett a férjét felhozni, mert mondták, hogy inkább jobb lenne, hogyha nehogy eltévedjen ott a liftnél, vagy valami. És túl vagyok rajta, nem éreztem utána fájdalmat, már arra számítottam, hogy úristen, hogy fog fájni, mert az elsőnél nekem nagyon fájt, de az elsőnél abban a pillanatban fájt, amikor ott elengedte a nőgyógyászom azt a kis keresztet, és onnantól kezdve folyt rólam a víz, és onnantól kezdve csak fájdalmam volt. És nem tudom, hogy azért nem volt-e fájdalmam, mert alapjáraton nem fájt, vagy azért, mert ők adtak-e valami fájdalomcsillapítót, viszont ami oda ki volt nekem készítve, én azt nem vettem be, úgyhogy nem tudom. És ahogy hazaértünk, ez már egy órával a beavatkozás után volt, akkor így kezdtem érezni, hogy olyan, mint nem menstruációs görcsök, hanem tudjátok, amikor érzed, hogy történt valami, de igazából ennyi. Úgyhogy eddig meg vagyok elégedve, és remélem, hogy így marad, és remélem, hogy nem lesz nagyobb fájdalmam, és nem lesznek olyan fájdalmai, mint az elsőnél, mert akkor nagyon örülök, és igen, csak ezt akartam mondani. És amiről még akartam beszélni, az mi volt? Igen, az, hogy most voltam gyorsan bevásárolni még, csokis sütit fogok csinálni, egy Annuskám receptet még hozzá, amit már egy ideje kinéztem, de mindig a helyett az én brownie receptemet csináltam meg, úgyhogy most kipróbáltam a másikat, ez nem brownie, hanem elvileg jobb a browninál. Ugye ezt ma még megcsinálom, tegnap már előre főztem, hogy ma ne kelljen, kitakarítottuk a lakást is, úgyhogy igazából a hétvége az most a miénk, az idő az nagyon szép, ennek nagyon örülök. És szerintem még ebbe a videóba berakok egy pár szerzeményt, pontosabban egy pár dolgot, amit kaptam, vagy én vettem, mert érdekes, de nem akarnám összegyűjteni egy ilyen nagyobb haul videóra. Na de igen, itt vagyok újra, ez lesz a kis haul részleg. Nem mindent vettem én, valamit kaptam. Kezdtem is azzal, hogy mit vettem anyukámnak Londonban, mert anyának szerettem volna venni azért valamit igazából. Vagy nem bögrét, hanem ilyen csészét szerettem volna kivenni. De aztán átgondoltam, mert féltem, hogy el fog törni utazás közben, és jól is tettem. Ugyanis kicsit megszivatott az Austrian Airlines, vagy pontosabban ezen nem kellene kiakadnom, tudom. És én nem feladós bőröndel mentem, csak kézipodgyásszal. És volt nálam ugye egy táska, meg a kézipodgyász. És lényegében szerintem így szúrópróbaszerűen kiszúrtak embereket, nem sok mindenkit, sőt, akiknek több dolguk volt, és óriási koffereik, amik igazából nem is felelnek meg például az előírásoknak, tehát érdekes volt, azoknak nem szóltak semmit, tőlem viszont elvették az én bőröndömet, és mondták, hogy ezt fel kell adniuk, mert tele van a gép. Így örültem neki, hogy nem vettem csészét anyukámnak, mert nyilván ide-oda baszkodják a bőröndömet akkor. Annak is örültem, hogy okosan az összes olyan dolgot, ami iPad, meg töltő, meg Chanel mini flap, meg hasonló, bepakoltam a váltáskámba, a tócba, amit vittem magammal, mert elvették tőlem a bőröndömet, és felküldték, feladták már. Pontosabban akkor, amikor beszálltam a repülőbe, akkor vették el tőlem, kicsit sem voltam ideges, úgyhogy örültem, hogy végül is anyukámnak nem csészét vettem ajándékba, hanem csokit és egy szappant, méghozzá a Buckingham Palace ilyen shop részlegén. Vettem neki egy narancsos tejcsokit és egy sima tejcsokit. Íme. Mert ez mindig jól jön, és anya nagyon szereti az édességet. És vettem neki egy ilyen levendulás Buckingham Palace szappant. Royal Collection, ugye?
De nagyon jó illata van. És mivel a bőrönben volt, az egész bőrönnek most ilyen illata van, hál' Istennek. És anya szokott, vagy azt szokta csinálni, többször szoktam neki venni a szappanokat, főleg a L'Occitane-tól, azt ő nagyon szereti, azokat használja is, de vannak ilyen különlegesebb szappanok, amit valahol máshol veszek, akkor ő berakja a ruhák közé, a fiókjaiba. Úgyhogy anyunál, hogyha kinyitsz egy fiókot, akkor mindig valami hasonló illata van, és ez nem egy rossz ötlet szerintem. Úgyhogy ez anyukámé. Aztán Gigitől kaptam egy pár dolgot így kipróbálásra, meg igen, kaptam egy nyakláncot, és tényleg azt ide kellene még hoznom. Ez is szintén ilyen Buckingham Palace-es, ezt is ott vettük a galériában. Ez egy gyerek zokni, mert mindenképpen szerette volna, hogy ha van egy ilyen korgis egyen zoknink, vett a gyerekeknek is, magának is, és nekem is vett egyet. Nagyon aranyos, ha már a korgit amúgy ott hagytam. Hát sokat gondolkodtam rajta, de nem fért volna be a bőrönbe, de az a kutya az annyira cuki, és pont jó mérete volt, annyira jól illet hozzám szerintem, és nagyon sajnáltam, de el is küldtem a páromnak, aztán küldtem róla egy képet, hogy nézd, milyen aranyos. Közölte velem, hogy fiú, ha ezt megveszed, akkor nem férünk el az ágyban. Én nem vettem meg, de a mai napig hát kicsit bánom azért, hogy a korgit nem vettem meg. Meg Gigivel aztán találtunk egy olyat, aminek nagyon aranyos arca volt. Nem ilyen kis nyomi, mert van több, így meg kell nézni a korgikat is, hogy milyen, hogy néznek ki. Aztán ugye Gigi bevásárolt a Louis Vuittonban, és kaptunk pár parfümintet, amiket én már használgatok ezen a héten, és próbálkozom velük, és igazából, ja nem. Hú, az egyik az nincs itt, az egyik a táskámban van. Az egy új parfüm, ami kellemes illatú, ilyen nyári, kicsit édes, nem is az, hogy édes, kis gyümölcsös, friss illat, de számomra annyi pénzt, amennyiért a Louis Vuitton adja, nem ér meg. Amúgy Pacific Chill a neve, azt hiszem ez egy újdonság, és egy ilyen zöldből kékbe átmenő ombrés üvegbe van benne. Úgyhogy azt használgatom, próbálgatom, kellemes, de nem dobtam el tőle az agyamat. Aztán ez a kettő, ez nagyon bejött igazából. Az egyik az a Sir La Route. Íme, kiejtéssel ne foglalkozzatok. És nincs benne. Hát nem tudom, hogy hol van, de ide ráfújtam. Ez nagyon jó. Ezt férfinak írják. Simán magamra fújom, és simán magamra fújtam egész héten. Nagyon kellemes, ilyen perubalsamos, érdekes illat. És szerintem teljesen uniszex. De meg kell mondjam őszintén, hogy 260 euróba kerülnek ezek a parfümök. Tehát én soha nem mondanék nemet. Nem mondanám azt, hogy nem. Nekem ez nem kell. De hogy tudjátok így, hogy így annak nagyon jónak kell lennie. Annak olyan odabaszósnak kell lennie. Symphony. Ezt meg még a párom kapta karácsonykor, csak össze vannak burítva a mi mintáink. Ez is kellemes. Ez lehet, hogy női. Mindegy, az összeset, amit kaptam, tetszik. Jók. Viszont eddig úgy vagyok vele, hogy nem ruháznék be egyikre sem, mert nem látom be az árát ennek a parfümnek, és ennyi. De különben nagyon kellemes illatok. Mindegyik. Tehát mindegyiket magamra fújnám, és hogyha megkapnám ajándékba, vagy mit tudom én, kapnék belőle még mintát, elfújnám őket. Nem büdös egyik sem. Úgyhogy az eszé mindenképpen jól válogatott a számomra. Ugye Gigi amúgy is nekem passzolta. Aztán van itt a Diortól jó pár dolog, amire Gigi sajnálatos módon allergiás, és már múltkor is mondtam neki, mert mondta, hogy nézd, milyen szépek, én is mondtam, hogy nagyon szépek, és végül is sajnos allergiás rá. Én mondjuk ennek nagyon örültem, hogy ő ezt így nekem adta, mert gyönyörűek. És mindenképpen fogok csinálni róla teszt videót. Az egyik, az egy ilyen Dior, Miss Dior Scented Blooming Powder. Ez egy ilyen shimmer powder, egy ilyen csillámos púder, amit már kipróbáltam. Kedden spontán elmentem vele dolgozni, de igazából csak ide tettem meg egy kicsit a vállamra.
amúgy úgyse látják, de van egy nagyon kellemes illata. És amit érzek ennél a parfümözött púdernél, az az, hogy nagyon finom, viszonylag így, hogy mondjam, csillámos, tehát látszanak benne a csillámok. Tartóságát tekintve én úgy gondolom, hogy ez sokkal jobb, ilyet megpróbál megmutatni, sokkal jobb valamibe belekeverni. Én biztos belekeverném valami krémbe inkább, hogy feltapadjon a bőrre, vagy először bekrémezni magad, és úgy magadra tenni, mert különben száll. És nem tudom, hogy látjátok-e. Valószínű sajnos nem. Nem tudom átadni sajnos, hogy milyen, de nagyon szép kis fénye van, ilyen kis rózsaszínes, aranyos, irizáló, és nagyon finom illata van, úgyhogy én ezt bele fogom valamibe keverni, és úgy fogom használni, tehát egyedül ez valami tökéletes, nézzétek meg. Úgyhogy köszönöm szépen. És van itt két smink termék, az egyik az egy pirosító, amit még nem próbáltam. Ez a Dior-nak a Rouge Blush 352-es, kicsit koszos, rózsaszínes árnyalata. Nagyon hasonló mondjuk a... Ugye? Nagyon hasonló a körömlakkomhoz. És... Én azt hallottam ezekről, hogy annyira nem pigmentáltak, de hogy jól építhetőek. Mindjárt kikenem. De ez egy szép árnyalat. Látjátok? Mindenképpen így természetes. Nem az a tipikus rózsaszín, amit én szoktam hordani, de várjatok, van még rajtam valami? Na, még egy kicsi van rajtam. Megpróbálom megmutatni, hol ott van rajtam pirosító, de kicsit felteszem. Jó, most lehet, hogy ez egy nagyon erős lett így. De most ezt gondoltok bele, hogy ez a smink már rajtam van reggel 9 óta, és most van 6 óra este. Mindegy. Felteszem ide is. Mindenképpen egy szép rózsaszín, egy nagyon szép rózsaszín és nagyon szépen kihasználható árnyalat, és nem a nagyon élénk, úgyhogy én ezt mindig el tudom, vagy mindenhova el tudom képzelni, kicsit olyan barnás árnyalata van, úgyhogy világos bőrhöz szerintem, világos bőrhöz is tökéletes, és viszonylag ez egy hordható szín, de most hát kinézek, mindegy, csak meg akartam mutatni. Íme ez a pirosító, és van itt még egy paletta is, és Dior palettám még nincsen. Ugye ezzel mindenképpen fogok egy tesztet csinálni. Ez a 839-es Poplin árnyalat. És hát látszik, hogy Gigi az kb. Egyszer próbálta ki, látjátok. Most bele sem akarok nyúlni, mert szintén fogok egy ilyen rózsaszín sminkes videót csinálni majd. Nagyon gyönyörű. Én értem, hogy ezt Gigi miért rendelte meg magának, teljesen megértem. És sajnálom, hogy ő nem tudja kihasználni, de milyen jó, hogy van neki egy ilyen barátnője, aki meg így igen. De ezt szerintem láthattátok az előző videóban is. Tudom, hogy nagyon kevés olyan lesz, aki megnézi azt az egész videót, és én is gondoltam, hogy nem kellene feltöltenem egy óra, nem tudom hány perces videót, mert senki nem fogja megnézni, de nem akartam ketté vágni egyszerűen. És én mondtam Giginek, már mielőtt elmentem hozzá, hogy amit szeretnék, az egy kalap. Én szeretnék egy kalapot, és már régóta szeretnék egy szép kalapot, és teljesen őszintén be kell, hogy valljam, hogy amióta levágattam a hajamat, ez még inkább fontosabb lett a számomra, mert egyáltalán nem tudok, nem akarok ebbe belemenni, de nem tudok vele megbékülni. Nem tudok megbékülni a hajammal. Nézegettem a régi képeket, amikor hosszú volt, nézegettem a régi, vagy hát a tavaly októberi londoni képeket, amikor még hosszú hajam volt, és nagyon kedvesek vagytok, és köszönöm szépen a sok dicséretet, hogy Zita, neked ez jobban áll, és csinos, és jó, és minden, és igen, érzem, hogy egészséges. Látjátok ti is, hogy
többnek tűnik lényegében a maga az egész hajam, és ez így kell, hogy legyen, de nagyon nehéz nekem pszichésen ezzel mit kezdenem. Valószínű azért is, mert most sok az ilyen megterelő dolog a számomra az utóbbi időben, és egyszerűen ez még az utolsó csepp volt a pohárban, tudjátok, hogy spontán eldöntöttem, hogy még vágjunk belőle, és nem azt mondom, hogy megbántam, mert nem, de nem tudok vele mit kezdeni, teljesen őszintén, és én valahogy ezt szeretném elrejteni egy kicsit, mármint, hogy szerettem volna egy kalapot így nyárra, hogy tudjam hordani, hogy úgymond a kalap vigye el az egészet, az egész sót, hogy ne az legyen. Nyilván senkit nem érdekel, hogy milyen a hajam, de sokkal csinosabban érzem magam kalapban, mint kalap nélkül. Méghozzá akkor, hogyha megtalálom a tökéletes kalapot a számomra, úgy gondoltam én. A másik helyzet az meg az, hogyha megyünk nyaralni, a hajamat nem akarom kitenni egy iszonyatosan nagy sugárzásnak, nyilván a hajat is óvni kell, és szerettem volna mindenképpen egy szép kalapot. Úgyhogy meg is találtam, nem gondoltam volna. De ez rám várt, azt hiszem. A márkáról én még nem hallottam, viszont a Heroz az egy nagyon jó hely arra, hogy az ember nem csak világmárkákat ismer meg, hanem különböző apróbb ateliékből is vannak gyönyörű termékek ott, és ami csodálatos szerintem, ugye Gigivel azért két napon keresztül ott voltunk, és megnéztünk jó sok mindent, hogy például ékszerekből is hihetetlen mennyiségű olyan márka van, amiről még nem hallottam soha, de gyönyörű dolgaik vannak, tudjátok? És annyira, manapság annyira mindenki rá van fixálódva a márkákra, hogy jaj, jó, de hogy milyen márkája van, mert az számít, nem az számít. Gyerekek, erről nem tudod megmondani, tehát hogy ha lenne rajta egy Christian Dior felirat, el is hinnéd, hogy a Diortól van. Vagy hogyha egy Chanel logó lenne rajta, el is hinnéd, hogy a Chaneltől van. Mert ez a kalap, ez olyan. És nézzétek meg. És remélem, hogy meg tudom nektek mutatni, hogy milyen formája van. Ez egy kézzel készített kalap. Méghozzá Barcelonában van az Eli Urpinak. Eli Urpi a márka, remélem, hogy jól ejtem ki. Egy ilyen ateliéje. Ott, azt hiszem, ott nem azt mondom, hogy ott van egyedül boltjuk, de ott van az ateliéje. És azt hiszem, hogy még lehet termékeiket meg lehet kaparintani Rómában, Madridban, Párizsban és Londonban a Herodsban, azt hiszem. Ezt a weboldalon olvastam, meg gondolom meg lehet tőlük amúgy rendelni. Amúgy ezek egyméretes dolgok, vagy ez a kalap egyméretes volt, és érdekessége, hogy kézzel készült természetesen. És aki készítette, a monogram, az bele van írva. De nem is tudom, Gigi mit mondott, hogy elfelejtettem a nevet. Azt mondta, hogy a Jenő? Nem tudom, elnevezte valakinek. De ott van a készítő monogramja. És nyilván lehet itt is össze lehet kötni, ahogy szeretnéd. Én hátul kötöttem össze masnira, mert nagyon tetszett a fehér ruhával, úgymond a kontraszt, hogy hátul lóg a masni, de rá lehet kötni nyilván ide a hátadra is, most bocsánat a hajamért, és kb. Táskaként is lehet hordani, hogyha nem akarod. Viszonylag egy nehezebb kalapról beszélünk, de jó is, hogy nehezebb, mert annyira könnyen nem fújja le a szél a fejedről. Attól sem kell tartani, szerintem, hogyha vizes lesz, mert nem papírból van. Most felpörgetem az eseményeket, van itt két ruhadarab, és az egyiket már egy jó ideje megrendeltem, méghozzá a Reserve-től. Viszont hosszú ideig tartott a szállítás, ami általában tovább tart, szerintem Ausztriában van ez így, vagy Ausztriában, ez azt hiszem Lengyelországból jön hozzánk. És volt közte ünnep, tehát ezt már jó pár hete rendeltem, és kicsit úgy éreztem, hogy soha nem fog megjönni, viszont jó páran írtatok nekem, hogy Zita, nézd meg ezt, ez annyira te vagy, és annyira kellett nevetnem, mert akkor már nyilván úton volt ez a kis overall hozzám, és hál' Istennek,
hál' Istennek, hogy jó, és tetszik magamon, úgyhogy nem kell visszaküldenem, és róla beszélünk. Erről a gyönyörű, hát természetesen Zimmerman jut eszembe nekem is róla. Erről a gyönyörű len overáról beszélünk, ez egy rövidnadrágos overál, viszont nagyon jó hossza van, szép a rövidnadrágos része, igazán tetszik magamon, még az én lábaimon is, pedig nem szeretem annyira mutogatni, bocsánat, ezt most itt nem komboltam be. Most van hozzá még egy ilyen hozzávart öv is, és ennek nagyon örülök. Múltkor említettem nektek szerintem, hogy a Rizőrnél így a kidolgozással nem voltam annyira megelégedve az egyik King ruhánál. Itt is látom ugyanezt a problémát, hogy a szálak egyszerűen így kilógnak, látjátok? Amit itt lehet látni például az, hogy az öv az így kívülről van hozzávarva. De ez ugye, hogyha összekötöd, nem látszik, de sok szál kilóg viszonylag a ruhából. De ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy érdemes veletek megosztani itt is. Mert azért ez az overall, ez lényegében ilyen, azt kell mondjam, ilyen Zara áron van, mert 60 euróba került. Kellemes az anyaga, meg minden, gyönyörű a mintája. De mégis hozzá kell tennem azt, hogy 100%-ig a kidolgozással, eldolgozással nem vagyok elégedett, viszont gyönyörű, jól passzol, lehet, hogy a kisebb is elég lett volna, viszont én biztosra mentem, és inkább az S-es méretet rendeltem meg belőle, így megmutatom a címkét, hogy a két méret között vagytok, inkább rendeljétek a kisebbet, de én ezt nem fogom visszaküldeni, mert így iszonyatosan kényelmes, és én itt még ugye ezzel az övvel tudok egy kicsit korrigálni, de talán hátban jobban rám simult volna a kisebb, viszont tartottam attól, hogy talán combban akkor nem jó, de a rövid nadrág maga nagyon bő, úgymond, és gyönyörű állása van, viszont el akartam mondani erről is azt, hogy lehetne jobb, úgymond, a minőség. A következő darabot azt pedig szintén én választottam, viszont megkaptam ajándékba a páromtól, és ez a Massimo Dutti-tól van. Ismét egy overall, ugyanis nagyon szeretem az overallokat, viszont nehéz olyat találni, ami jó rám. Tehát ez a két példa, amit most mutatok, ez ilyen hihetetlen felfedezés a számomra. És a Massimo Dutti-tól találtam online egy ilyen gyönyörű, fehér len overált, és mindjárt megmutatom ezt is. Nem fogom most felpróbálni. Ez egy hosszú overál, és a háta valami gyönyörű, nézzétek meg, így kivágott a háta. Ez átlapolós, és patentokkal lehet úgymond belebújni. És oldalt van itt rajta egy cipzár. Nagyon szépen passzol mindenhol, a lábamon is, és van hozzá ehhez is egy ilyen kis öv, tehát össze lehet itt húzni, hogyha túl nagy lenne, köréd lehet csavarni, biztos lesz majd videó, amiben mutatom, van sebe, és nagyon szép, nem nagyon átlátszó, és ezt is az S-es méretben vettem, kaptam, nem is volt belőle más, csak S-es, amikor mi rendeltük. Viszont úgy gondolom, hogy jó döntés volt az S-es méret, méghozzá azért, mert egyrészt teljesen mindegy, ugye van hozzá öv, magadra lehet jobban szabni. Szerintem viszonylag jól passzol. A combomon is nagyon szép lenge, nincs ez a feszülése egyáltalán azon a részen, ahol én nagyobb vagyok, ugye itt a fenekemnél. Ez nekem nagyon fontos volt. A másik pedig az, hogy ennek a hossza, nem emlékszem rá, hogy volt a modellen. Nem gondolom, hogy ez földig érő hosszú overall, viszont rajtam hosszabb, vagy jó, hossza van, látszik még a cipő, de nem túl rövid, és nem túl hosszú. Hogyha megrendeltem volna belőle az XS-eset, szerintem túl rövid lett volna, vagy egy hülye ponton vágta volna el a lábamat. Úgy nézett volna ki, mint hogyha kinőttem volna, és ezért gondoltam azt, hogy amúgy sincs belőle méret, az üzletben sincs belőle méret, vagy ahol, tehát itt Bécsben, és ezért gondoltam, hogy ez tökéletes, úgyhogy mindenképpen megtartom, és nagyon örültem neki, hogy ezt ajándékba kaptam. Íme itt van a címkéje. Aztán lehet, hogy időközben lesz a kisebbikből is, de szerintem ez tökéletes, és nagyon örülök neki, mert mindenképpen szerettem volna egy ilyet is. Ez valami gyönyörű a háta, és annyira szépen itt látjátok is, hogy ki van bélelve,
Nem kell hozzá melltartó, de még bimbó tapas se. Tehát felpróbáltam, és teljesen mindenféle biztos. És nagyon örülök neki. Én azt hiszem, le is zárom ezt a videót, ideje lesz már, mert ez is nagyon hosszú lesz, és senki nem nézi meg. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!